Vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha ellen mondott, le nem írt őszintességgel van a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovas ember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu Sportosak! Taxit szeretne rendelni? té ettétovázzon. Hívjon engem. Igen, jó hallotta engem. A taxifáj támogatásának köszönhetően kellemes utunkat akár egy sportos beszélgetéssel is feldobhatjuk. Utazzon velem a sport és a fair play szellemében. Hívjon. 70-94-80-98-1. A Dino sportiradó szakmai partnere, a Magyar Tekvandó Szövetség támogatója, a Kvon. Sportosat. Híradónk vendége Kis László, a Vasas egykori válogatott labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Csapjunk is bele, mert van miről beszélünk. Gyorsan először, és akkor kezdjük a Diós győre. jó? Most nem a piros -kékekkel. Ugye boldogtamásnak Tamásnak mennie kellett, jött Fernando, ugye a Diózsir egykori játékosa. Ez a spanyol fiatalember, mert még fiatalemberről van szó. Ő fogja a Győrt Bent tartani az mb 1 be Jól mondom, bent tartja az mb 1 be hát, Gondolom, hogy a, ez a cél. Hát más nem nagyon lehet. Bajnokságot már nem tudnak nyerni. Most azt megmondom őszintén, hogy Magyarországon, hogy valaki negyedik, vagy éppen tizedik, az teljesen mindegy, de az már nem, hogy tizenegyedik, vagy tizenkettedik esetleg. Bár én megmondom őszintén, hogy, hogy én sehogy sem tartottam volna azt, vagy fogadtam volna rá, hogy a Diós nem fog kiesni. Mindenesetre furcsának tartom eléggé ezt a bizonyos váltást, annak, annak tükrében különösen itt a Boldog Tamást egyrészt maguk a, a, a játékosok is, legalábbis a, a nyilatkozatok alapján, a, a, a szurkolók is, és különösen a Facebookon is, amiket én elolvasgattam, azok egyértelműen azt mondták, hogy végre megérkezett egy olyan magyar volt labdarúgó, aki aki a, a, a német ö, ö, mentalitást ide ö, 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 hozta vissza Magyarországra, ő is ugye kint futballozott, stb. 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 és hogy ilyen fantasztikus, meg olyan fantasztikus, meg stb. Hát a váltás meg ugye azt mondja, hogy úgy néz ki, hogy most már ő nem jó edző. Igen, vagy és a számokat nézzük, hogy csak egyszer nyert a hát, Na, ö, Ja. Na most hozzátenném, hogy... Ö, jó, de hogyha jó az edző akkor ki a hibás, hogy ki a felelősök azért, hogy tavasszal mindössze egyetlen egy meccset tudott nyerni a ugye a Magyar Kupából kiestek, tehát ki tehet róla, hogyha nem az edző? Hát világos, azért én úgy gondolom, hogy Magyarországon az mindig elmarad egy ilyen rovancs, hogy így mondjam, még amikor a seregből, hogy volt katona, <hállt> tudja, hogy miről beszélek, hogy, hogy mi is történt valójában, mi maradt meg, és ugye itt körbe kell nézni, hogy ki volt az, aki igazolt, vagy éppen eligazolt. Miért igazoltak el, miért hoztak játékost, hova hoztak játékost, ki igazolt, hogy így mondjam, mennyi pénzért igazoltak, vagy éppen úgy gondolták, hogy nincs is erre szükség, mik voltak a célok egyáltalán, stb. 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 Millió olyan Igen. dolog felmerült, tehát itt a tulajdonos beleszól, -e valaki persze. nem Jó, csak a kezdés, és eh... ugye volt a Fradit verték meg, tehát nem is az van, hogy most egy, egy mezőkövesdet. Egy Fradit vertek meg az ember akkor nem gondolja azt, hogy akkor rosszul igazoltak télen, vagy valami rossz lenne. Hát de valószínű, hogy valami történt, mert összesen ugye egy győzelem volt, most ez teljesen mindegy, I hogy, így hogy, hogy, ki ellen ugye adott esetben a Ferencváros ellen. Ennek mondjuk gondolom én a Diós Györgyek, vagy inkább úgy mondanám, hogy a Miskolciak azok aztán rettenetes módon tudtak örülni, és az utóbbi eredményeknek pedig nem igazán tudnak örülni. Én úgy gondolom, hogy egyébként csodák nincsenek, tehát ez tényes való. Tehát általában ugye a, 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 egy csapatnak a, a, a minőségét azt határozza meg, hogy mit tudnak a, a maguk a játékosok. Természetesen vannak jobb edzők, meg kevésbé jó edzők, hogy így mondjam, de természetesen van olyan is, hogy egy, egy edzőnek a stílusa az a csapatnak az zöméhez, hogy így mondjam passzol, megy, és akkor innentől kedvesetleg jobb eredményeket ér, érhet, érhet el egy, egy adott Igen. edző, mint amit ő egyébként tud, hogy így mondjam, stb. 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 Tehát, mert akkor Igazán a, 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 az övé egy, egy csapat, egy edzőnek azt lehet mondani hogy az övé, amikor már úgy két évet, három évet ott van, kialakította azt a stílust, amit ő szeretne, ahhoz igazolt játékosokat, mert így jelen pillanatban nálunk azért fordítva működik, nálunk ugye azt mondják, hogy nem én alakítom ki, hanem megnézem, hogy egyáltalán keretem mit tud, és akkor ahhoz igazítom én a játékomat, a játéstílusomat. Stb. 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 Tehát egy kicsit másképp... Jó, de mondjuk a fradi ebből a szempontból kilóg a sorba, és ennek ellenére a nemzetközi porondokon ég. Tehát pedig ott aztán van ideje már, régen lett volna ideje meg felépíteni egy csapatot. Egyébként föl is épült, hogyha úgy veszük, mert éppen majdnem kiesésre álltak már a vége. Az edző mégis maradt, ugye a dol, és most már azért a bajnoksági harcolnak. Hát igen, de egy faksal, kettő-kettőt, hát, most nekem, hát most tehát a... innentől kezdve egy idegen és zsetonokkal teletüzdett csapat, amely kettő-kettőt hosszabbításban elér, 11 eset -el tud csak elérni, az nem, nem mondja az, hogy jó csapat. Európai szinten. Európai, nem európai szintről Magyarországon beszélünk, meg, magyar szintről beszélünk, Oly, oly ez mindegy, van. oly mindegy. Egy a lényeg, és ezért váltottak, hogy NBA-be kell maradni. És azt mondta a klub tulajdonos, hogy szaladt a busz a szakadék széle felé. És ezt kellett megállítani. Ebben Én... igazából a pontokat nézzük, mert Diós Győr 9 de hát ugye az azt jelenti, hogy van 30 pontja, a kiesőhelyen álló mezőkövesnek meg 28 pontja van, tehát nagyon, Lá, nagyon kevés. ott van. Én egyébként örülök neki, hogy a tulajdonosok ennyire tisztában vannak, hogy, hogy az öltöző belső hangulatával, hogy szaladnak vagy nem szaladnak. Mert az eredmények tükrében persze ez egyértelmű, de az, hogy oda szaladtak-e vagy nem azért, az nem ilyen egyszerű. De ő tudja, akkor ez természetesen teljesen rendben van, le kell váltani, stb. 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 Én, én nem Na tudom. most ilyenkor a... azt mondjam, hogy a pszichológia ilyenkor az új edző esetleg. A, így van, így van. Ugye ezt ö, pszichológusok egyértelműen meg tudják magyarázni, ami csupán annyit jelent, hogy két-három hétig egy jegyzősere után minden adott játékos a keretben a szebbik arcát mutatja, többet nyújt, jobban odafigyelt, koncentráltabb lesz, és a szebbik arcát, hogy így mondjam, szépen belövi magát, fésülködik, stb. stb. Jobban néz ki, jobban hagy, jobban megy, és általában az eredmények is ilyenkor jobbak. Tehát tény és való, hogy egy ilyen dolog adott esetben megéri, vagy megérheti. Az egy más téma, hogy nem tudom, hogy emlékszel -e rá, hogy a régebbi időkben is voltak voltak olyan edzők, akik hosszabb távon nem voltak egy-egy klubnál, de mondjuk így, hogy bennmaradó specialisták voltak. Ilyes, ilyesmi volt például Sárosi Laci Bácsi, uh -huh. aki például akárhova hívták, mert nagy baj volt, éppen kiesés rád, és azokat a csapatokat ő bent tartotta. Érdekes módon, egyébként meg úgy hosszú távon senki nem számított rá, állítólag nagyon rendes ember volt, és mindenki nagyon szerette, tehát valamilyen formában ő azok annak a dolognak volt a, specialitá, a specialitása de azt nem tudom, hogy a Hernández ez, 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 mennyit fog érni ebbe. Én mindig tamáskodom ezekkel kapcsolatban a külföldi edzőkkel, nekem is volt külföldi edző, még ha nem is itt Magyarországon, mert akkor ilyen, ilyen, nem volt ilyen divat, de kint, és megmondom őszintén, hogy hát, hogy mit tudott nekem mondani, hát volt olyan, bevallom őszintén, amikor azt mondta, hogy figyelj László, nagyon, akkor már beszéltem ugye a francia, figyelj ide, én nagyon jó edző, most én a mérkőseim beraklak, ha rúzgolt, akkor bemaradsz, ha nem, akkor te itt már nem játszol többet. Tehát ezt azért megértettem, és elég eléggé egyértelmű volt a, a, a dolog, de hozzátenném, hogy könnyű dolgom volt, mert nagyon szenzációs formában voltam. Tehát de, 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 az, hogy lelkileg másféle formában és nem ilyen kijelentő módban uh, hogyan lehet hatni, uh, hát azt nem tudom, bevallom össze. Gondolom, hogy az egy, egy, ha csak meg nem tudom, magyarul. Igen. Na most egy dolog van itt a boldogtalan sősztérben, akkor most, most jó edző, vagy nem jó edző? Ugye, mert most azt lett kikiáltva, a vezetők oldalára is, hogy szuper jól felkészült edzőt, hogy az egész csapat, már a, 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 a serdülőktől kezdve mindenki úgy játszik, azt játsz, azt ami kell a csapatnak, hát minden Mindenhogy szépen fel van építve, tudományosan, minden megcsináltak diós -Györben. De most látod. Ö, most akkor mikor lehet tudni, ki a jó edző? Igen, Mitől függ? Ó, hát ez, ez egy rendkívül, nem, nem a kérdés összetett, hanem ugye a válasz. Én most nagyon sajnálom, lehet, hogy kicsit illúzió romboló leszek, de most ide hívják a Dárdai Palit, előbb-utóbb is megbukik. Ez csak időkérdése egyébként. Ott is már volt a problémája a mert ugye jelen pillanatban ő a numero egy Magyarországon, igen. de valószínűleg azért, mert nem itt edzősködik. Tehát ott is voltak már, annyira lecsúsztak, hogy hihetetne, majd azért ott a vezetőség azt mondta, hogy már pedig ő jó dolgozik, igen. és azért fölküzdötték magukat, és aztán Sőt, most újra más, egészen, Most meg már Európa Ligáról álmodozik, hát, ugye? Így, hát egy Bayerntől nem kaptak idegenbe, ugye? Igen, igen. Tehát az olyan Eredmények voltak. Na most ez, ez éppen azt mondja, hogy most akkor jó edző vagy nem. Ha a Dárdői Palit idehozzuk, én, ne, én nem adnék neki egy évet, megmondom őszintén, mert egyszerűen nem is értem. Bármennyire is jól beszél ő a, ő a, ő a, a játékosok nyelvén. Tehát az, egy, az, az, az ezt én a legfontosabbnak tartom egyébként, uh -huh. hogy a játékos nyelvén tudjon beszélni. Tehát ne felejts el azt egyetlen egy edző sem, hogy ő valamikor futballozott. Már aki futballozott, ugye? Mert olyanok is vannak, akik uh -huh. annyira nem tehát ők másképp fogják meg, máshonnan közelítik Igen. meg ezt, a, ezt az egész kérdést, de ő az, azok közé tartozik. Na most, uh, most, én, most én fölvázoltam valamit, most pont egy lehet valakik által ugye rossz példán vagy Dárdai palival, de nem tudnám megmondani, hogy ki az igazán jó Igen. edző. Uh, ugye leegyszerűsítve természetesen tudom, az, aki az adott kerete a legjobb eredményt tudja mindig kihozni. Ez a kérdés, hogy mi a legjobb eredmény. Igen, csak tudod, azt nem értem, jó, felkészült uh, Tamás. Akkor, uh, sem egy jó új edző, aki esetleg most puszt dolgot ki tud hozni. Ő miért nem tudta kihozni a játékosokból azt, amit most esetleg a spanyol majd kihoz? Ső, és erre azt mondom, hogy a spanyol sem tudja kihozni, tehát egyenes út, szakadék, akkor viszont el lehet gondolkodni azon, hogy akkor valóban lehet, nem is rossz edző ő. Tehát most itt egy ilyen visszás helyzet is alakulhat ki. már viszont a spanyolnak sikerül ezt a csapatot felráznia, és benn maradnak simán, cson nélkül, akkor fel lehet a kérdést, akkor mi az, amit a magyar fiú nem tudott, és mi az, amit a spanyol tud? Akkor mégsem olyan jó. Tehát érted, itt egy hogyan kicsit ne, ne. Ugye, a helyzet. Hát nagyon. Ugye itt arról van szó, hogy tejébfők bejön ugye egy, egy rosszabb eredmény, tehát valami sérülések egyéb sinolba bejön. A, mit csinál a játékos? A játékos az védekezik. Na most, hogyha megkérdezik tőle ugye az utcámbere vagy éppen a, az elnök, vagy a Kft. vezetője, vagy a tulajdonos, te mi a baj? Hát azt mondja, át már unalmasak az edzése, ugyanazt mondja az edző, állandóan a jobb, a taktika értekezlet mindig ugyanaz van, unalmas, egyhangú, stb. Tehát elkezd panaszkodni, mert nem azt mondja, hogy a tavaly rúgtam 12 volt, idén még nem találtam a kapuba, úgyhogy úgy néz ki, hogy bennem van a hiba. Ilyet még sose olvastam és nem hallottam. A másik az, hogy ideig szétfutottam magam, most is szétfutom, pedig az eredmények azt mutatják, hogy, hogy a kezdőkörben nem mozdul ki. Stb. stb. Na most ez ugye beleviszi egy, egy, ilyen helyzetbe, hogy, hogy nem lesz önbizalma elveszítik azt a fajta motivációjukat, ami egyébként bennük van. Az edző elkezd ideges lenni, fölmerül, hogy levátják, na most az senki nem szereti, hogy levátják, mert ugye az edző akkor abban az esetben azt mondjuk ki, hogy ő nem ért hozzád, vagyunk uh -huh. meg őszintén. Na most akkor ezután az edző, ha nem önmagát adja, hanem elkezd idegeskedni, elkezd, elkezd rosszul nyilatkozni, nem biztos, hogy az újságírónak, hanem bent az öltözőbe, el, eljönnek a, a, a kavalkádok, szembeállások, stb. stb. és akkor ugye még rosszabbak lesznek az eredmények. Bejön egy heretetlen egy Fernandez vagy Fernández, teljesen mindegy, hogy kicsoda. Az pedig azt mondja, hogy jó, akkor most elmegyünk, gyújtunk egy tábortüzet, szalonnát sütünk, és hétvégéig ne lássuk egymást. Ilyet megcsinálta egyébként a Verebes Józsi abba az igen. időben, és utána sima győzelem volt, és azt mondja, de jó ez az edző. Igen. Na most akkor mi olyan fantasztikusan gyújtotta meg a tüzet, vagy a tette a szalonnát a, a bot végére. Hát Amit mondtál, igen voltak, akik jól tudtak hozzá szólni. Egyénség voltak, ilyen volt a Verebes, a Mészői, így van. Kármán, azért, és azért még hozzátenni, és inkább én itt látom, mint ahogy gondolom, hogy is szóba kerül a vasas esetében is, hogy kell egy olyan embernek lenni, aki belül, a csapaton belül, ezt nevezhetjük csékának, és nevezhetjük nem csékának, teljesen mindegy, egy olyan tekintély, tekintélyes emberek, aki nem árt, hogyha Diós Győri, nem árt, hogyha ha, ha, ő vezető titulusa, nem csak titulusa van, hanem ő belülről is valójában annak született, és akkor rajta keresztül, ő gyakorlatilag a csapatot meg lehet vonni, és a legjobb irányba vinni. Ha ez nincs meg egy csapaton belül, akkor általában mondom, akkor nagyon nagy a baj. Tehát az, hogy ott jó futbalisták elkezdnek, tehát a hierarchia az egyszerűen meg kell, hogy legyen, Igen. és nem pedig az, hogy én harcolok azért, hogy én legyek az első, vagy a másik, vagy a nem tudom, hogy hányadik. Viszont örülök annak, hogy Diózsebe történt edzőváltás, és a Vasasnál nem, jelen állás szerint, mert most kiderül, hogy melyik tud segíteni a csapatom, mert ugye hát a vasas meg utolsó. Ab, ab, most már be, most... ők, ők öt ragaszkodnak az edzőhöz, biztos megvan maga miértje. Ők azt gondolják, hogy nem kell ez a, a plusz székai segítség, amit egy új edző hozhat. Na most kiderül, hogy kell vagy nem kell. Melyik a jobb megoldás? Hát igen, most, most ugye én is tele voltam idáig, ha hát nem is azt mondom, hogy önbizalom, mint a vasas irányába, de minden esetre mondjuk így, hogy nem csapott meg a, a kiesésnek a szele, és hát azért azért most már azért a múlt hétvégétől már. Most már a vezért. mezőkövesd is gondotok. Hozott? Hát nem csak mezőkövesd, előtt gyakorlatilag. Mármint. Tehát ugye a mezőkövesd lett egy olyan, hogy ezt muszáj megverni, és igen. ugye vajuk meg őszintén nem, nem sikerült. És ami érdekes egyébként és én is szurkoló vagyok, ugye egyszerű szurkoló igen. Vagy, egy ilyen mérkőzésen, hogy hogy, hogy direkt álltam egy fél időt például, hogy, hogy demonstráljam én is a nézők fel, hogy itt vagyok, és uh -huh. akármit is mondtak nekem, hogy ezek mit csinálnak, mit nyugi, nyugdíj, stb. Tehát, tehát érdekes módon, ez, gondolom ez is egy pszichés dolog, hogy hogy az ember próbálja a lelket tartani, legalább a nézőbe is. Tehát uh -huh. ne az legyen, hogy ezek botlábúak, semmit sem csinálnak, nem kell nekik adni, stb. stb. stb., hanem bizony ilyenkor mellé kell állni. Tehát mindenki tegye meg a maga dolgát, a maga ügyét azért, hogy a legjobb eredmény jöjjön ki belőle. Mi, a régi játékosok nem egyedül vagyok, ott, tehát nagy mert ott vannak olimpiai bajnokok, fantasztikus futbalisták, stb. stb. Mi egymással még nem hallottam olyat, hogy valaki rosszat mondott volna a játékosokról, a pályán lévő játékosokról, pedig nem nyújtanak, hogy nem tudom milyen nagy teljesítmény, csak mindenki esetleg azon sopánkodik, hogy lesz egy gyönyörű stadionunk, és azt mindenki félti, hogy, hogy abba ugyanúgy, mint az MTK esetében, hogy MB2-es mérkőzéseket játszanak. Aztán elszaladoz az Te Mondani, én azért szeretnék mb 1 be Hát az MTK-nak is elszaladt. Elszalad. mindenkinek elszalad azért egy mondom, év, hogy tehát, hogy... sőt száz is elszalad, nincs ezzel semmi gond. Én azért szeretném, hogyha ez a vasas mb 1 be marad. Hát ez a, szóval, na, mindegy, nem, nem, akarok itt nagy dolgokat mondani, de sokkal jobb mb 1 be játszani és menni mérkőzésre. Én ugyanúgy ki fogok menni, természetesen mb 2 be is, de én jobban szeretem az mb 1 győztes, győztes meccseket láthatsz majd. Na ez a, szurkoló ez a szurkoló egyébként, ez tény való, Igen. hogy a szurkoló, főleg Magyarországon nem annyira a játékot, szereti, mint inkább a győzelmet. Tehát, hogyha állandóan győzelem van, akkor érdekes módon mege megemelkedik a nézőszám. Néha MB2-ben nem egyedi eset, hogy némely csapatnak sokkal több nézője volt, mint aztán az MB bajnokként, vagy bajnokságra törve, Igen. mint aztán MB1-ben a kiesés szélén Igen. állni. Lefélebb ott az van, ugye, hogy a, jaj, hogyha jön a Ferencváros, ugye, akkor az, a, a kimegyek, mert az nagy dolog, de többi nem érdekes. Igen. Mindenesetre nincs könnyű helyzetben a Diós Győr, most kanyarodjunk vissza egy kicsit, mert ugye hát az Újpesthez látogat. Most nekik ott mindenképpen nyerniük kell, mert ha nem nyernek, gondolom én, de majd kijavítasz a akkor elveszíti az új edző azt a pszichis hatást, amit egyébként szokott hozni. Mert ha az első nyitány vereség, akkor utána már nem, nem gondolom én, ugye, akkor már nem hat úgy Hát az az valószínű, seprő. hogy nem annyira tud, tehát az, mert az első az nagyon-nagyon fontos. Most hozzátenném, hogy valóban nem egy egyszerű esetről van szó, mert az Újpest, emlékszem egyszer beszélgettük erről is, hogy, hogy ugye az Újpestnek a, a az MB3-as csapata, meg az U19-e, meg mit tudom én, tehát hogy mennyire gyengén áll, és akkor az Újpest is már lassan odasodródik a kiesés felé, stb. 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 Hát most már ugyanazzal az edzővel ők keményen rácáfoltak most a harmadik erre, helyen. Most stabilan állnak a harmadik helyen, most már hetek ott ahogy így mondjam, és nem egyszerű ott ö, pontot rabolni. Én nem azt mondom, hogy fantasztikus csapatunk van, de úgy néz ki, hogy azért hogy ők teljesen egyenesben vannak. Tehát ö, innentől kezdve viszont, ö, hogyha ö, ők most elkapják a fonalat, és ezt tovább viszik a Díos hát ö, ö, igen, és, 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 és tegyük fel, hogy a Vasas pedig Debrecenben megtártosodik, meg, akkor elé kerül van. a, a diósgyőr. Elég kerül? Hát ha egy pont ha van, csak nem maradva a Debrecen a Újpest mögött, tehát... Össze kell szedni magunkat, ez odaig rendben van, de, de én azt mondom, hogy ha mi nyerünk, ugye, akkor ott nagyjából utolérjük a, 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 hát a 30, 30 pontja lesz, így van. Így van, tehát az egy nagyon-nagyon érdekes dolog lehet ebben az esetben. Na jó. jó, hát most a matematikával játszunk ez... kár, tehát nem egészen a futball, mindig más történik egyébként. Hát Na most egy azért Debrecenben az egy fájó lenne egy a helyieknek egy döntetlen is. A döntetlen nem, nincs ki segítve vasas, te gyorsan hozzá, tehát játszhatja az x -meccseket. Nem tud nyerni, tehát ha jól emlékszem, többen is azt nyilatkozták, éppen ha jól emlékszem a Ferenci, és hát igen, azért még, sőt, ha be is cserélték, tehát azért ugye. fiatal tehetségként, ugye 40 éves, de becserélték, és ő futbalistaként nyilatkozott a mérkőzés után, hogy hogy kellene valami, hogy a gát az, az, az felszabaduljon, és, és kell egy véletlen győzelem, lehet, ha ez bekövetkezik, akkor akár még ö, ö, teljesen sima is lehet egy, ö, egy bennmaradás. Ha ez nem következik be, tehát amit te mondasz, hogy ilyen x-ek, nem beszélve egy vereségről, gyakorlatilag ott ez a vége van minden. Ráadásul a statisztika szerint, nem 100%-ban, de nagyon nagy számban, azt mondja, amelyik csapat 50-nél több gólt kap, az mindig kiesett. Kivéle, akkor nem estek ki 51 52 amikor ennél többet kapott a kieső csapat amúgy kizúgnak, na most a Vasas már átlépte az 51-nél jár, jelenleg kapott gólnál, tehát a statisztika szerint a Vasas kiesett az MB1-ből. Ezt mutatja a eddigi szám. Misztika. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy én ezt elfogadom, hiszen a statisztikában sok minden kiolvasható, annak az ellenkezője is, ugye? Így van. De azért azt hozzátenném, hogy ez egy nagyon, nagyon fura dolog, hogy, hogy ugye a vasas edzője az behozott egy, egy abszolút németes dolgot, ez a három hátvédes játék, ami valójában öt, és eleinte ezzel nem nagyon tudtak az ellenfelek mit kezdeni, és szerintem többek között Senki nem játszott ezt Magyarországon. Többek között ez is volt annak az oka, hogy egész jól szerepelt ugye, az első jó fél évben, több mint fél évben. Aztán, aztán megtalálták a Vasasnak a gyenge pontja éppen ebből a felállásból adódóan, hogy hogy lehet itt ellenük gyakorlatilag eredményesnek lenni, és én erre vezetem vissza ezt a rendkívül sok kapott mm -hmm. gólt. És innentől kezdve viszont ahogy jöttek a sérülések is, mert jöttek, ez az igazság, tehát alig, hát, alig vannak meg. Nem az a baj, hogy ez előfordul. A, abszolút, ezzel semmi gondom nincs. Nem, a, nem arra fogom rá, hogy hogy sok volt a sérült, hanem az, hogy ő még mindig ragaszkodott szerintem ahhoz a felállási formát, és most is ugyanazt játsza, mint amikor idejött, holott leszűkült játékos állománya lehet, hogy valami más kellene. Ő inkább embereket cserélget ki, hogy így mondjam, amennyire teheti, de felállási formát ő de nem De ezt nem csak te látod így, mert ezt a Mutka is mondtad, hogy is nem kérdezi meg senki tőle, nem beszélget vele el, erről a dologról, hogy... Valamit változtatni kellett Aha. volna már, tehát nem? Nem tudom, tehát én, én annyit tudok mondani, ugye, hogy ha, ha, ha valaki vezetőedző lesz, és ilyen számunkra rendkívül fontos, de én úgy gondolom, hogy őnek is azért csak megtiszteltetés itt azért egy ilyen klubba vezetőedzőnek lenni, feltétlenül kell olyan edzőket maga mellé venni, akik, akik bátran elmondják a véleményüket, és őnek ezt igényelni is kell. Tehát és ebben egy ilyen dolog is lehet, és nem általánosan, nem nem szabad szajkozni, nem szabad Igen. beleegyezni abba, amit a vezetőedző mond, mert ő csak egyféleképpen látja a, az eseményeket a saját szemüvegén keresztül. Ettől egy vezetőedző manapság, talán jobb is lenne erre rátérni egy ilyen nyugati modellre, ugye egyre inkább jellemző, főleg Angliára, ugye, hogy ott gyakorlatilag menedzserek vannak, és ők nem az edzést vezetik, meg nem a, 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 az edzőmeccset nézik, hogy így mondjam, hanem ők kiadják, hogy ők mire, mit szeretnének, és ebbe maguk az edzők, akármilyen edzők, hogy így gondolok én, hogy nem a szokásos magyar vezetőedző, pályedző kapus edző és kész, hanem ugye menedzser, Igen. és akkor van mindenféle típusú edző, most már van hátvédedző, középpályás edző, edző csatár edző. Most már hogy Boldog más volt egyben a szakmai igazgató is, tehát, az az már szerintem meg sok. Tehát, tehát én, én nem tartom jó. Tehát ez, ez, ez egy elnevezés ná, kérdés. Nálunk itt mindent össze-vissza kutyulnak a tulajdonosok. Nem igazából tudják helyre tenni a dolgokat. Nem, mert nem is ismerik be valóban. Mint ahogy hallottuk is Elber is Gábortól is, hogy mi történt és miért kellett neki, illetve Benének eljönnie. Egy hét alatt, ott, bocsánat, kiheréltek mindenkit. Tehát Úgyhogy, egy számomra, hogy most. És ott a tulajdonos hozott semmel. döntéseket, amit senki nem ért, de hát ez van. Zárásként. Ha most gyorsan egy magyar edzőt ültetének a vasas kispadjára, bent tudna még maradni? A pontszámok alapján még bent még lehet maradni. Képes ez a vasas játékos állmánya arra, hogy egy, mondjuk ki, akár egy vasas mentalitású edzővel benn maradjon? Én szerintem igen. igen. Te Olyan... meglép, meglépnéd ezt a jámbor a tulajdonos helyében? Én meg... És egyébként azért mondom ezt bátran ki, mert hozzátenném, hogy mindenki számára, tehát akivel én beszélek, vezetők, stb., abszolút talán az egyedüli külföldi edző, aki nagyon jól viszonyul a, 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 ahhoz a klubhoz, ahol ő dolgozik. Uh -huh. Tehát ő a, a múltját ismeri, stb., tehát nem olyan, hogy idejött és nem akarok másokkal példálozni, hogy ők, mint egy magukat menedzseli, ez az ember, igen, lehetséges, hogy ez az ember, ha visszatérünk egy másra, egy szakmai igazgatóként, tehát előléptetném, uh -huh. és oda tennék egy, egy, egy magyar gyakorlatias edzőt. De ha nem teszi meg, Jábor úr, akkor miért nem teszi meg, bajom? Hát ez, ez ennyire a... egyértelmű itt laikusok számára is, uh, hogy ez uh, egy hasznos lépés lenne. Tehát ezzel nincs, uh. hogy veszítenie tabellára nézve nem tud veszíteni ezzel a é, nem tudom, hogy, hogy lépés. milyen, milyen, milyen viszonyban van, és mit beszél, biztos, hogy uh -huh. beszélnek erről, tehát ők egymás között is, mert ezt fel kell, hogy merüljön, és lehetséges, hogy, hogy az edző mondjuk így, hogy érez magába olyan erőt, hogy, hogy ő ezt meg tudja oldani. És hogyha ezt határozottan mondja, akkor, akkor a, és, és meg is tudja csinálni, akkor viszont a Jánbornak lesz igaza, én nekem meg nem. Hát a Boldog egy... Tamás is érezte magába, hogy megoldja, nem fog kiesni. Most az hogy, az, hogy mit mond kívülről az ember, meg mennyire ragaszkodik a posztjához, meg mitől ez megint egyén Igen, kérdése. Ne? Tehát azért abban, nem menjünk bele, te nem tudod általános, itt a speciális helyzet. A Jánbor az biztos, hogy nem szokott mondjuk itt, hogy kap Napkodni. Tehát nem, nem, nem az a témája. A, a, a Vancsa Miki, mondjuk így, aki hát jóval többet ért ehhez a futballhoz, hát, akármint válogatott labdarúgó, vagy tényleg nagyon jó lab, meg pengés labdarúgó is, meg azért már évek óta benn van ebben, és azért sok sikert közösen megéltek. Egy-két bal sikert, de jóval több volt a siker. Ő például biztos, hogy leváltaná, én nem tudom, de, de hallomásból így gondolom, mert ő, mert ő így dönt, de hát most mit tehetünk? Jánbor János a tulajdonos. Na, majd meglátjuk, hogy kinek jött be az edzőcsere, illetve a bennem következett edzőcsere. Így van. Köszönöm szépen, hogy voltál. Köszönöm a meghívást. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.